Na jó, jövünk vissza egy nagyon érdekfeszítő témával. Ugyanis mi tényleg hetek óta már ezen gondolkozunk, hogy valamit kezdjünk ezzel a pénzügyi jelenséggel. Nagyon figyeljen mindenki, mert még az is lehet, hogy pénzt lehet keresni azzal, hogyha ezt végighallgatod, ezt a következő műsorrészt. A bitcoinról lesz szó, szerintem ez az a fogalom, amit már mindenki hallott, és az emberek többsége nem tud pontosan bele mit kezdeni, mint ahogy én sem egyébként, viszont a Gyurival már szeretnénk befektetni. Tehát a bitcoin az, annyit el tudunk mondani, hogy az egy virtuális pénz, nem létező pénz, ez valahol az internetes világban jött létre, ezt egy személy létrehozta, van egy lejárata, azt hiszem, hogy 2140, jól tudom, Gyuri? Igen, addigra kerül ki az összes bitcoin, ami a rendszerben létezik, utána semmivel sem több. Így van. Jelent pontosan ezt így. Ezt én sem tudom. Különböző számítógépek vannak összekapcsolva, ott lehet bányászni. A lényeg az, hogy ez a valuta, ez a virtuális valuta, ez valamit mégiscsak érhet, amikor komoly országok, komoly gazdaságai foglalkoznak vele, sőt Kína és Dél-Korea szembeszállt a bitcoinnal, Észak-Korea lopott bitcoint, az oroszok létrehozzák a saját bitcoinjukat, a németek és a franciák is valahogy reagáltak erre, és olyan árfolyam növekedésen ment át, ami azt hiszem, hogy minden ilyen, tehát nálunk még közelibb vállalkozó sem tudja ennyire megsokszorozni a vagyonát. De van a mögött valós pénz? Mert a Gyuri már azt mondta, hogy valami bitcoin automatánál is járt, ahonnan be tudsz rakni pénzt, meg igen, tudsz venni pénzt, tehát, és amikor elkezdesz az egészet és bitcoint veszel, akkor te tulajdonképpen forintot, eurót, dollárt váltasz bitcoinnal? Tulajdonképpen igen. Igen. Aha. Tulajdonképpen igen. De azt is olvastam, hogy nem vonatkozik rá semmi központi szabály, egészen másképp működik, mint amúgy a banki rendszereken átfutó pénz. Teljesen másképp működik. Mégis van egy árfolyama, ez az árfolyama hullámzik, most éppen lefelé tartott, talán most van egy pici emelkedés, és azért az egészet megértsük, van-e értelme egyébként bitcoinban gondolkozni, és ha igen, akkor mit tegyünk? Tehát van mondjuk 1 millió forintom, amit én bitcoinra szánnék, akkor én merre induljak el, milyen reményekkel? Nekem egy picit ilyen lufi az egész, hiszen ha ez az a valós pénz van, amit a hírre sokan betettek, mint a Gyuri, uh-huh, vagy én. Érted? Vagy te? Bele is tettetek? Nem, hát fogunk majd. Jó, hát azért várjuk meg a szakértő tanácsait. Igen, és azért, hogy ezt az egészet értsük és átlássuk, ezért hívjuk fel, és egy nagy bitcoin felvilágosító óra, hát pár perc következik, Magyarorsi Attilával, a coincash.eu ügyvezetőjével. Őt nemrég a televízióban láttam, és úgy éreztem, hogy ő tényleg közérthetően tudja elmondani. Tehát egy csomó kérdésem lesz, már csak azért is, hogy tegyem-e vagy ne tegyem. Uh-huh. És akkor talán más számára is átlátható és világos lesz az, hogy mi is az a bitcoin. Jó, én egyet kérek, csak az alapoktól induljunk, mert én bitcoin. Csak onnan, én is teljesen, azt se tudom, mi az. Jó. Jó? Oké. Okay. Hölgyeim és uraim, a 89 Music FM stúdiójából élőben jönnek az önindítók. István Dániel és Bocskor Gábor. This is the Good Morning Show. 8 óra 12 perc van. Jó reggelt mindenkinek. Itt van Dani. Hello, Dani. Hello, Bocsi. Szia, jó reggelt. Ami Gyurink. Hello, Gyuri. Sziasztok. A napsütés és Anett egyben kéz a kézben. Sziasztok. Jó reggelt. Szia, Bocsi. És jó hír, hogy nem áll Érdig az M7-es, sőt, valaki azt mondja, hogy már nincs is torlódás az M7-esen, minden oké, okay, és csodaszép napot üzeni nekünk, Jocó. A következő SMS-sel majd mindjárt picit foglalkozunk, de most szeretnénk egy olyan témával foglalkozni, amely régóta izgatja nem csak az én fantáziámat, hanem azt mondom, hogy mindenkiét, aki tényleg nem tudom, bódi szívi híreken túl is olvas újságot, és nem, hát egyszerűen minden embert érdekli az, hogy hogyan tud az ő pénzéből, amit ő félretett, a kis megtakarításából esetleg több pénzt csinálni, és hát ugye a bankok olyan nagyon komoly kamatokat nem kívánnak, de azért már évek óta lehet olvasni arról, hogy bitcoin. Na mi ez a bitcoin? Amennyire az ember próbált utána járni, nagyjából azt mondja, hogy többet más sem tud elmondani róla, mint hogy ez egy virtuális valuta, egy virtuális pénz, nem, amely érdekes módon hát nagyon komoly növekvésnek indult, tehát hihetetlen, hogy mennyit pénzt lehetett elvileg ezzel keresni, hogy az ember bitcoinba fektette a pénzét. Ugyanakkor meg az ember tök bizalmatlan, mert ez az a pénz, amit soha nem látsz, nem tudod, hogy ez most valós-e, ki van e mögött, mi van, ha befektetsz pénzt, és ki akarod venni, azt megkapod-e. Tehát egy csomó ilyen kérdésre keressük a választ. Engem az is érdekel, hogy mi a fedezet mögötte. Én valószínűleg nagyon naívan azt gondolom, hogy akkor képvisel valami értéket, hogyha van mögötte fedezet.
az a fedezet az lehet arany, vagy pénztartalék, vagy nem tudom, esetleg előállított termék, nem? Tehát valami ilyesmiben gondolkozom. Hát igen, nekem annyira távol és légből kapott, holott veled együtt, nyilván nap, mint nap olvasunk arról, hogy bitcoin így, hogy most bebukott, most ne, ez volt a legfrissebb, hogy most nagyon alulszárnyal, de majd vissza fog menni, nagyon sokan már azt jósoltak, hogy annyira esésben majd lehet, hogy be is szűnik, vagy meg is szűnik. Ez a, hát már nehezen mondom ezt is, hogy fizetőeszköz, ezt mondhatjuk, mert egy hallgató írt, hogy válasszuk szét a bitcoin, mint fizetőeszköz, és a bitcoin, mint befektetési lehetőség. Ne válasszuk szét, nagyon sok helyen a világban lehet fizetni bitcoinnal. Tehát, hogyha te rendelkezel bitcoinnal, és ezt be tudod mutatni, ez is olyan furcsa, mert nincs nálad pénz, vagy kártya, vagy nem tudom micsoda, de be tudod mutatni, hogy neked van bitcoinod, vannak olyan boltok, ahol effektíve lehet áruhoz jutni bitcoinért. Hogy tudod bemutatni telefonodon például? Mindezt nem tudjuk. Aha. Tehát mindezt nem tudjuk, tehát tényleg valahol teljesen sötétben tapogatózunk, azért azt még hagyd tegyük hozzá, hogy a bitcoinon kívül azóta van már egy csomó más ilyen virtuális, vagy mondjuk azt, hogy kriptovaluta. Uh-huh. És valamelyiknek sokkal ígéretesebb az árfolyama, de hogy ezek olyan lufike, amelyek majd valamikor kipukkannak, mert ilyet olvastam német lapokban a minap, hogy kipukkant a bitcoin lufi, kérdőjel persze. Uh-huh. De ahhoz, hogy ezt értsük, illetve hát igen, tehát ahhoz, hogy itt bármi következtetés letünk volna, kéne érteni. És múltkor láttam egy televíziós műsorban egy fiatal embert, aki a coincash.eu ügyvezetője, és ő legalábbis számomra viszonylag érthetően mondta el, tehát gondoltuk, hogy mindenképpen vele kéne beszélni, mert egy, ért hozzá, kettő, tényleg közérthetően tudja elmagyarázni, hogy pontosan mi ez, ezért már is tapsal fogjuk üdvözölni Mogyorosi Attilát, a coincash.eu ügyvezetőjét. Ezt megelőlegezem, ezt a tapsot, hát ha sikerül neki megértetni velünk. Szia Attila, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Hát ennél csak okosabbak lehetünk, mint amilyenek most vagyunk. Igen, hát igen, nagyjából ez a tudásunk, amit most ebben a felkonfban hallottál, Attila, tehát nagyjából ennyit tudunk a bitcoinról, de persze nyilvánvalóan mindenkit érdekel az, hogy hogyan tudja a pénzét hát, hogy is mondjam, fialtatni, de teljesen az elejétől kezdjük. Tehát mi az a bitcoin? Ez egy ember által kitalált virtuális mi? Igazából ez egy programkód, ez egy nyílt forráskódú programkód, amit egy Satoshi Nakamoto álnevű úriember bocsátott az emberiség használatába 2000-ben. Álnevű? Tehát a mai napig azt se tudjuk, hogy ki ő? Nem, fogalmunk sincs. Tehát egy japán álneve van valakinek, aki lehet bármilyen állampolgárságú, és létrehozhatta ezt a forráskódot bárhol a világon. Így van. Ugye nagyon sokszor felreppent az is, hogy mivel azért ez egy viszonylag komplex program, azért nem is egyedül volt, hanem ez valójában egy csapatnak a fedőneve volt. Aztán utána mostanában jöttek ezek a meglepő paranoia teóriák, hogy igazából ő Elon Musk. Kicsit kezd olyan lenni, mint Batman, hogy... Na igen, de hát pont ebben a sejtelmességben nagyon furcsa az, hogy mégiscsak nagyon sokan komoly emberek, esetleg országok is bíznak ebben a, ahogy te is mondtad, egy Fantomas által kitalált számítógépes, nem tudom befejezni a mondatot, ez a baj. Igen, hát a bizalmat az itt a transzparencia adja. Tehát lehet, hogy nem tudjuk, ki volt Satoshi Nakamoto, de a programkódnak minden sora nyilvános, és bárki hozzáírhat, elvehet belőle, vagy módosíthatja, ahogy szeretné. Plusz ugye ez a programkód ráadásul úgy van megírva, hogy minden tranzakció publikus a bitcoin hálózatán. Tehát minden egyes tranzakciót 2009. január 3-a óta látunk, nyomon tudunk követni, és vissza tudunk keresni. Azt nem tudjuk, hogy ki áll a tranzakció mögött, amíg nem azonosítjuk a tranzakció küldőjét és fogadóját, de hogy honnan hova utaztak a bitcoinok, az viszont teljes mértékben publikus. Innentől kezdve ez egy hatalmas bizalmat ad a hálózatba. És Isten igazából, ha belegondolunk, amikor már nagyon régóta nincs meg az a valódi fedezet a fizetőeszközeink mögött, mint ami korábban megvolt. Tehát nincs mondjuk aranyfedezet az amerikai dollár mögött, vagy csak sokkal kisebb százalékban van, mint a korai években volt. Tehát itt is tulajdonképpen az amerikai gazdaságba vetett bizalom az, ami a dollárnak egy jelentős értéket ad. Igen, de most mondtad ki a kulcsszót, hogy a gazdaságba vetett bizalom, hát a bitcoinnak, oké, nincs aranyfedezete, oké, az amerikai, szóval Nixon óta Amerikában már nem kötik az aranyfedezethez ugye a dollárt. Ennek ellenére az ember azt gondolná, hogy a bitcoin mögött aztán tényleg semmi nincsen, hiszen az előbb ugye mondtad, hogy legalább az amerikai gazdaság a fedezete a dollárnak. Tulajdonképpen itt a programkódba vetett bizalom az, ami az értéket adja. Tehát én elhiszem azt, hogy ez a programkód feltörhetetlen, innentől kezdve az ezen zajló tranzakciók megmásíthatatlanok. Tisztában vagyok, hogy a bitcoin milyen értékeket szolgáltat.
például tudom itt tárolni a vagyonomat, hogy gyakorlatilag pár másodperc alatt a világ egyik végéről a másik végére át tudom azt küldeni, és bízom abban, hogy a most jelenlévő több 10 millió bitcoin felhasználóból, majd több 100 millió, ne egyisten 1-2 milliárd bitcoin felhasználó lesz, és mindig lesz valaki, akinek ugyanez meg fogja érni azt az értéket, amiért én szeretném eladni. Igen, de akkor ugye itt többször felmerült már a sajtóban is, meg az én fejemben is a piramis játék hasonlat, magyarán, hogy ugye mi bedobunk egy nagy bödönbe mindannyian 10 millióan, remények szerint 100 millióan a pénzünknek egy részét, az ott szépen gyűlik, és hát valamikor nyilván ezt a pénzt ki akarjuk venni, hiszen azért mégiscsak euróért meg dollárért szeretnénk vásárolni, illetve abban fialtatni. Tehát itt gyakorlatilag az utolsó az rosszul jár, aki nem tudja kivenni, nem? Mert több pénzt veszek ki, hiszen árfolyam növekedés van, mint amennyit betettem, tehát előbb-utóbb, ha mindenki kiveszi, akkor az utolsók már nem kapnak semmit, vagy ez teljesen rossz elmélet? Hát igen, én ezt szeretném eloszlatni ezeket a félreértéseket a bitcoin kapcsán, tehát a bitcoinnak az ég egyet a világon semmi köze nincs a piramis játékokhoz. Ami szerintem ezeket a híreszteléseket táplálja, az, hogy rossz hiszemű emberek a bitcoin sikerén felbuzdulva szerveznek egyébként piramis játékokat, amik valódi piramis játékok, és az embereknek azt adják el, mint hogyha bitcoint vásárolnának, de valójában az ő piramis játékokba szervezik be őket, ahova bitcoinba kell befizetni. Ha te bitcoint veszel, akkor azután senki nem fog jutalékot kapni, a bitcoin vásárlásod után senki nem fog neked elképesztő hozamokat ígérni, pláne nem garantált hozamokat ígérni. Tehát itt nincs egy központi, mint ahogy beszéltük is, ugye ez egy decentralizált hálózat, nincs egy központi kibocsátója, így nem is tud belőle profitálni a bitcoin árfolyam növekedéséből, nem tudom, egy pár ember, aki rossz hiszeműen bármilyen piramis játékot szervezni. Tehát a bitcoinnak semmi, tehát a bitcoin nem egy piramis játék, és sajnos csak a hatalmas sikerét felhasználva keveredik a hírneve piramis játékok közé. Én még mindig nem értem, hogy ez nekem miért éri meg jobban, mit tudom én bitcoinba fektetni, mint a simán megyek tőzsdére a klasszikus értelemben mébe. Tehát ez mivel ad nekem több lehetőséget, vagy több pénz pozitívumokat? Hát jelen pillanatban mondjuk, hogyha megnézzük a 2014-es évet, akkor szerintem a klasszikus értéktőzsdéken nagyon kevés olyan papír találsz, ami 14-szeres emelkedést tudott biztosítani. Szerintem talán a legjobb példa, amit tudok hozni nektek, hogy jobban megértsétek, hogy a bitcoin mögött húzódik egy technológia, amit blokkláncnak hívnak. Ez a blokklánc nevű technológia szerintem forradalmasítani fogja az életünket és nagyon sok iparágat. Körülbelül úgy képzeljétek el, hogy ez olyan, mint amikor az internetet feltalálták, és ez elkezdett terjedni, mondjuk durván 20-25 évvel ezelőtt. Nagyon-nagyon hiszünk benne nagyon sokan, hogy ez a blokklánc technológia így fog maradni velünk, át fogja alakítani mindennapi életünket, és egy csomó minden gyorsabb, egyszerűbb, olcsóbb, kényelmesebb lesz. Ezt egy disztruktív technológiának hívják. Most az elképesztő árfolyam emelkedés, amiket tapasztalunk, az a technológiába vetett hit fűti nagyrészt, meg nyilvánvalóan spekuláció. Tehát nyilvánvalóan nagyon sokan a világon észrevették, hogy itt hatalmas pénzeket lehet keresni töredékidő alatt, mint mondjuk egy klasszikus értéktőzsdén. Úgyhogy igazából ez a kettő az, ami igazából egy ilyen felfűtött hangulatot generál, és így lehetséges az, hogy van olyan kriptovaluta, ami mondjuk 2017. január 1. és december 31-e között 3600-osára bírt emelkedni. Tehát betettél egy forintot, és kivettél 3600 forintot december 31-e. Hát igen, ez mindenkinek az álma, és akkor jól értem, hogy ez a bitcoin, illetve a társai gyakorlatilag minden nemű gazdasági vezetőktől, gazdaságoktól és államoktól független. Jellemzően igen. Jellemzően azt miért mondod? Mert hogy felmerült a gyanú, hogy Elon Musk... Nem, hanem például ugye nemzetállamok is fontolgatják, mint például először talán Oroszországban merül fel a kriptorúbel kibocsátását, ugye ebben az esetben ez már nem egy nemzetállamtól független kriptovaluta lenne, hanem gyakorlatilag a blokklánc technológiát használva bocsátanának ki rúbelt. Az angol jegybankárok, a csehek is beszélnek erről, hogy gyakorlatilag a fontot, koronát a blokklánc technológia alapon is kibocsátani és úgy üzemeltetni, illetve ugye vannak olyan blokkláncok, amik kvázi ezt a privát blokkláncnak hívják, amik vállalati felhasználásban vannak, vagy pár magánszemély felhasználásában. De jellemzően, mint például a bitcoinnál is, ez egy tökéletesen decentralizált hálózat, amit a tagok működtetnek együtt, és mindenki számára teljesen publikus az összes tranzakció. Valahogy kedvet kaptam, mégis úgy érzem, hogy, de nem tudom, miért érzem, hogy ez valamikor össze fog omlani, de most akkor nézzük a gyakorlati részét, Attila. Induljunk ki abból, hogy most tényleg kedvet kaptam. Legalábbis a pénzemnek egy részét, egy apró töredékét, megnézni, hogy mit
bitcoin piacon. Én hogyan tudok nekiállni? Tehát hogy én elhatározom, hogy most veszek bitcoint, akkor én hova megyek? Tehát ezt sem tudom elképzelni, hogy ezt hogy csináljuk. Hát az ősidőben ugye a legjellemző az volt, amikor még nem volt ennek kialakult ökoszisztémája, hogy magánszemélyektől próbáltak vásárolni. Facebookon, fórumokon az emberek keresték egymást, akinek volt eladó, összehoztak egy találkozót, és gyakorlatilag gazdacserélt a bitcoin és a pénz. Ugye ezt azért egyre kevésbé ajánljuk. Aki nagyban gondolkodik, hogy kereskedni szeretne vele, ugye azoknak érdemes nagy nemzetközi tőzsdékre menni. Itt azért a regisztrációs folyamatok elég fájdalmasak tudnak lenni, illetve nyilván valamennyi kockázatot fut az ember, amikor elutal egy hongkongi tájvani mongol bankszámlára pénzeket. Hát igen. Annak a reményében, hogy ott kereskedjen vele, vagy mostanában már megjelentek lokális váltók is, akik jellemzően üzemeltetnek bitcoin automatákat, vagy banki átutalással lehet tőlük az interneten keresztül vásárolni. Na, hogy, de hova megyek fel? www. Azt hiszem, hogy a reklámtörvény miatt itt most nem mondhatok konkrét neveket, de mondjuk van két magyar váltó is. Tehát a bitcoin két magyar váltó, ott megnézem, és akkor ott világosá válik számomra, hogy hova utaljak annyi összeget, vagy akkora összeget, amit igen, szeretnék. Igen. És akkor ezt valahogy jóvá írják nekem. Hogy mutatom be bárkinek is, hogy nekem van bitcoinom? Tehát szeretnék itt most egy picit itt nadzolni a Dani előtt, hogy nézd már, itt vannak a bitcoinjaim, ezt hogy tudom megmutatni neki? Igénybe kell venned egy bitcoin tárcát, egy bitcoin tárca szolgáltatót, ezek 100%-ban ingyenes szolgáltatók, gyakorlatilag végtelen mennyiségű bitcoin címmel a rendelkezésünkre. Úgy képzeld el, mint mondjuk egy applikációt, amit letöltesz a telefonodra, vagy egy programot, amit telepítesz a számítógépedre. A bitcoin váltás esetén ezt a címet meg is kell adnod a rendelés leadásakor, hiszen csak ide fog tudni neked teljesíteni az, akitől vásárolod a bitcoin címet. És gyakorlatilag innentől kezdve fent van idézőben a blokkláncon a te tárcád címe is, és azon pedig látható a tárolt bitcoinok mennyisége. És ha vissza akarom váltani forintra, tehát úgy döntök, hogy most itt a pillanat a legjobb áron szeretném eladni, akkor az hogy történik? Ugyanez a folyamat, tehát hogy vagy magánszemélyt, vagy tőzsdét, vagy egy helyi váltót keresel, ebben az esetben mondjuk egy helyi váltótól nem egy bankszámlaszámot fogsz kapni, ahol az utalást kell indítanod, hanem azt mondod, hogy megkapod a bitcoin címet, te a bitcoin tárcából erre a bitcoin címre utalod a bitcoinok összegét, hogyha oda megérkeztek a bitcoinok hiánytalanul, akkor pedig megkapod a megadott bankszámlára az ellenértékét. Nyilván adóvonzata így is van, mint ahogy bármilyen banki nyereség, meg kamatadó, meg minden, gondolom, hogyha itt többlet keletkezik, akkor van adóvonzata is. Ez csak így zárója megjegyzem, de így van, ugye? Igen. Igazából adó alapot az árfolyam nyereséget képez. Tehát, hogyha azt mondom, hogy mondjuk vettél 1000 dolláron bitcoint, és mondjuk 11.000 dolláron eladtad, akkor a 10.000 dollár az, ami az adó alapod lesz, és személyi jövedelmadót, illetve egészségügyi hozzájárulást kell fizetned utána. Világos. Na most mi teszi ki ezt a nagy ingadozást? Ugye, mert most a napokban pont arról lehetett olvasni, hogy most éppen elkezdett zuhanni a bitcoin, most talán némi emelkedésnek indult, bár most nézem az egyik applikációmat, ahol szoktam nézni tőzsdei dolgokat, most éppen megint, ha jól látom, lefelé tart. Igen. Tehát mi okozza ezeket az ingadozásokat? Igazából azt azért tudni kell, hogy a bitcoin még egy nagyon-nagyon pici piac nemzetközi szemmel nézve. Tehát az egész, az összes kriptovaluta a világon mind az 1500 bitcoinnal együtt 700 milliárdot ért, szerintem mai napon olyan 550-560 milliárd a piaci kapitalizációja dollárban mérve az összes kriptovalutának. Ez nem egy nagy szám. És egyre inkább kezdenek beszállni a nagybefektetők, és ők igazából egy pár millió dollárral nagyon erősen meg lehet indítani valamelyik irányba a bitcoint. Ahogy te is mondtad, ugye nagyon sok embernek hasonló a percepciója, mint a tiétek. Uh-huh. Igazán tudják, hogy mi van mögötte, szeretnének is nagyot keresni rajta, de félnek is tőle. És igazából minden tőzsdét itt is két alapvető emberi érzelem mozgat. Az egyik a mohóság, a másik pedig a félelem. És amikor... Ezt a kettőt érzem. És ezt, hogyha veszel bitcoint, így ismered, és egyre jobban felerősödik. Tehát, hogy... Igen. Jó, én nem tudom, neked van bitcoinod? Természetesen. Jó, nem tudom, mennyire természetes ez, de és a többi kriptovaluta, amelyek úgy elindultak, azokban is érdemes gondolkozni, vagy egyelőre még itt a bitcoin gyakorlatilag a valuták adidasza? Én azt mondom, hogy
nagyon sokan, akik régóta kriptovilággal foglalkoznak, szerintem nem értenek velem egyet, de én azt gondolom, hogy a bitcoin egy tökéletes belépő a kriptovaluta világba. A legelső kriptovaluta a legnagyobb népszerűség, nem is a legnagyobb népszerűségnek, de a legnagyobb ismertségnek örvend, ez szerintem vitán felüláll. A piaci kapitalizációban is egyértelműen vezeti a listát. Szerintem ezen keresztül könnyű megérteni és megismerkedni a kriptovaluták világával. Ahogy mondtam, 1400-1500 másik kriptovaluta is van már a piacon. Voltak olyanok, amik sokkal-sokkal jobban emelkedtek, vannak olyanok, amiknek a technológiája sokkal ígéretesebb, mint a bitcoiné. Az, hogy 10 év múlva, 20 év múlva melyik lesz a világvezető kriptovalutája, azt nem tudjuk megmondani, de most a bitcoin az. Úgyhogy emiatt szerintem a bitcoinban mindenképp érdemes gondolkodni. Nagyon sokan színesítik a portfóliójukat most már alternatív kriptovalutákkal is. Mondanál, mi ez a volt? Bocs, csak a gondolkozom, hogy mennyi forint egy bitcoin, hogyha szeretném. Szerintem olyan 3 millió körül vagyunk most, 11.500 dolláron vagyunk kb. De hát lehet töredékét is adni. Igen, igen, 800 millió részre lehet osztani egy bitcoint, úgyhogy egészen fillérekért is lehet látni. Igen. Mi ez a lejárati dátum, ami ugye a 2140-es év? Ez mit jelent a bitcoinnál? Ahogy mondtam, ugye a bitcoinnak van egy előre meghatározott programkódja, és ebben a programkódban az van bekódolva, hogy maximum 21 millió bitcoin fog létezni az egész világon. Ebből a 21 millió bitcoinból azt hiszem olyan 16 millió 800 ezer darabot kibocsátottunk úgy a mai napig. Ez azt jelenti, hogy egy pár millió bitcoin vár kvázi kibányászásra vagy kibocsátásra. És ez egy előre meghatározott parabolikus görbe mentén történik. És tulajdonképpen a 2140 az a dátum, ami körülbelül, de az utolsó bitcoin kibocsátását jelenti. Tehát akkor eddig már 16 milliót kibocsátottunk, és a maradék 5 millió a 120 év múlva lesz? Így van, ugyanis ez egy egyre csökkenő tempóban fog zajlani. Wow. Az viszont értéknövelő lesz, nem? Így van, hát már most is értéknövelő, gondolj bele, hogy a 80%-a a piacon van. A korai években, amikor még a bitcoin ugye centeket ért, vagy esetleg dollárokat, akkor hát különböző becslések szerint 2-4 millió darab elveszett. Elveszett, vagy ellopta Észak-Korea? Ha Észak-Korea ellopta volna, akkor még bizakodhatnánk, mert akkor ország vissza tudna kerülni a forgalomba előbb vagy utóbb. Elveszett, ez hogy lehet, amikor ilyen idióta biztos ez a rendszer? Igen, itt pont a felhasználói gondatlanság az, ami az elvesztés egyik oka tud lenni. Ugyanis, hogyha valaki elveszti az úgynevezett privát kulcsát, ami a bitcoin tárcáját nyitja, amit úgy képzeljétek el mondjuk, mint egy PIN kódot, akkor onnantól kezdve hiába ülnek ott rajta akár mesés vagyonok is, mondjuk több ezer bitcoin, hogyha ő nem tudja a privát kulcsát, és senki más nem tudja a privát kulcsát, akkor a rendszer feltörhetetlen, innentől kezdve a bitcoinok ott fognak maradni, és életünk végéig fogjuk nézegetni az ott csücsülő bitcoinokat, de nem tudunk belőle transzaktálni. Innentől kezdve gyakorlatilag holtteherként ülnek a blokkláncon. Apropó feltörhetetlen, azért még egy kérdés itt felmerül, hogy a Észak-Koreáról beszéltünk egy pillanat erejéig, de hogy tényleg ugye azt is lehet hallani, hogy az ő hackereik törtek fel és szereztek meg Észak-Korea számára bitcoinokat, de hát a feltörhetetlen, mint olyan, nem nagyon létezik az internet világában, tehát itt előbb-utóbb nem fél élő, hogy előkerülnek olyan hacker csoportok, akik igenis fel tudják törni? Hát azt hiszem most már, hogyha szerintem a Kína összes számítógépe dolgozna a bitcoin hálózatának a feltörésén, akkor is nagyon hosszú hónapok kellenének, sőt azt hiszem talán már tavaly volt az a pont, amikor átléptük azt a szintet, hogy Kína összes számítógépe sem lenne alkalmas a bitcoin kódjának a feltörésére, hogyha mindent lekapcsolnának és csak ezt csinálnák. Hihetetlen. Na jól van, hát Attila, még órákig lehetne erről beszélni, kíváncsi vagyok, nem tudom, hozzátok lehet fordulni, a bitcoint akarunk vásárolni, vagy ti nem foglalkoztok ezzel? Természetesen nem, nekünk ez a fő profilunk, úgyhogy... Eleve ez a, ja jó, hát akkor viszont teljesen beletrafáltuk, rendben van. Köszönjük szépen, Magyarorsi Attila, a coincash.eu ügyvezetője. Köszi szépen, szia Attila! Köszönjük szépen, sziasztok! Hello, hello! Hello! Most azon gondolkozom, mennyivel lettem okosabb. Gyuri, te? Nehéz igazából, de én azon gondolkodtam végig, hogy ennek pont ez a szépsége, hogy valószínűleg laikus fejjel soha nem fogjuk igazán megérteni, és vagy bízol benne és kockáztasz, vagy félsz, mint mondjuk a Dani. És én már mohó vagyok és félek, ez tetszett, ez lesz az én családi címeremen. Mohók vagyok és félünk. Dani, te? Abszolút oldalhelyes volt, amiket mondott, meg úgy kedvet is csinált, de most nem érzem azt, hogy hirtelen felmegyek arra az oldalról, tudok venni, és ebben fektetem a pénzt. Én egyre nagyobb kedvet kap.
kaptam. Itt egyébként írják, hogy Budi Szili Bugyia Turkisztánban cirka 390 forint lenne, ő meg elpasszolta 45 ezerért. A bitcoin haszon hol van ettől? Hát te valószínűleg ebben a picit... Még nem annyira fejlett az agyam, és valahogy nem tudok annyira együtt nőni ezzel a kibertársadalommal, hogy ezt most így... Tehát két nap kell, amit Attila mondott, hogy ez ülepedjen, hogy mi van, hogy van, milyen rendszer, hol van a bitcoin? Sehol, a bitcoin sehol nincs. Meg lesz-e a kulcsom? Én vagyok az a hülye, aki rögtön elveszíti a pinkód, igen. Tehát itt nincs bank, ahol be tudsz menni, és azért elvesztettem a pinkódomat, akkor jól van, töltse ki ezt az űrlapot. Ha elvesztetted, akkor vége a bulinak. Nem, ez tulajdonképpen egy óriási forradalmi technológia kezdete igazából, ami áll mögött a kriptovaluta piac mögött, és tulajdonképpen azért nehéz megérteni, mert még a gyakorlatban nem nagyon lehet látni, hogy működik. És ahogy populárissá válik, akkor megszokjuk, de addig van benne, én úgy gondolom, hogy üzlet, amit igen, nem történik. Jó, amit mondasz, de igen, az egyik oldal visszatart, hogy ez még kezdetleges, a másik pedig az, hogyha most nem kapcsolok, akkor később pedig már később lesz, mert addig le lehetne ebből kiszedni tök jó dolgokat. Hát ez így van, ez talán mindennel így van, hogy az őskorban a hajnalon lehet belőle valami jót csinálni, aztán utána már, ha elterjed és mindenki benne van, akkor már nem ér annyit. Igen, szóval érdekes történet ez, de ugye a móság mindenkiben ott van, és mindenki szeretné azt látni, hogy a pénze az olyan mértékben sokszorozódik meg, amilyet nem az, hogy egy bank nem tud produkálni, de egy lottónyeremény sem. Hát, hogy mert az előbb számolta is, mennyi van a pénztárcájával, láttam, még beszélt az Attila, úgyhogy szerintem ő be fog ugrani hamarosan. Nekem egyébként abszolút, én kedvet kaptam hozzá, mint ahogy a Bocsi is mondja, hogy nagyon jól rávilágított Attila meg, amit te is veled is beszélgettünk adáson kívül, hogy ez egy nagy lehetőség. Bennem egyébként az van, hogy én ilyen biztonsági játékos vagyok általában, és például azért nem merek sokszor így új felé nyitni, mert félek attól, hogy elveszítem, de hogyha kicsivel kezd az ember, akkor talán az nem annyira fáj, de már akkor is, hogyha látom, hogy van pozitív, akkor még nagyobb kedvet kapok. És elkezdem figyelni az árfolyamat, hát ma ilyen folyamatos csökkenést látok itt a görvéken. Igen. Mondta Attila, hogy ez vissza tud jönni bármi. Ja, persze, jó, nem, így nem szabad, hogy úgy csökken, gyorsan eladom, tehát itt azért, mit tudom én, egy picit hosszabb távban kell bízni, bármilyen befektetésben egyébként. Na jó, ez volt a bitcoin, itt most mindenkit megismerkedtettünk a bitcoinnal. Kíváncsiak a hallgatók, most túl Bódi Szilvi Bugyián, hogy mibe fektetnétek pénzt. Tehát szerintetek ma mi számít igazán jó biznisznek? Ez lehet, nem tudom, lehet bárki, aki tőzsdézik, de valaki tudja, hogyha ezt megveszed és azt eladod, akkor az tudja, hogy jó. Tehát amiben most pénzt fektetnél, mert tudja, hogy lehet a napenergia, vagy bármi, amiben úgy érzed, hogy ez meg fog térülni, ez meg fog sokszorozódni. Mibe fektetnél ma pénzt, mi a jó biznisz? Most a Bitcoinon kívül 0672-89-89. Folytatódjon az új elindító! István Dániel és a reggeli rádiózás nagy ágyújával, Bolgár Gáborral! This is the Good Morning Show. 3.90 és itt égnek a telefonok. Nagyon sok érdekes ötlet jött arra, hogy milyen befektetés az, ami nagyon megéri most a bitcoinon kívül. De még a bitcoinra is egy csomó, én azt mondtam, amikor behoztátok ezt a témát, hogy viszonylag a hallgatóknak kicsiny százalékát érinti, de nem. Tehát rengetegen érdeklődnek, próbálkoztak már vele, remélnek ettől dolgokat. Mi is folyamatosan erről dumáltunk itt adáson kívül, hogy na, Dani, belevágsz akkor velünk, és én nem. Nem, Dani nem vág bele. Még mindig a kiszeltünde bugyiban, vagy nem kiszeltünde Bódi Szilvi, ugye? Nem, hát, vettem. Nem az, csak hogy az megéri. Tehát az a 390 forintos bugyit 45 ezer eladni az árés. Az azért árés. Hát, na, rés. Nem, ő azt mondta az előbb, ő minden fillérent megdolgozott, tőle ezt nem fogják elvenni holmi coinok. Na várjál, amíg itt írnak, nagyon érdekes. Jó reggelt, sziasztok! A bitcoinról ebben az évben nagy befektetők szerint köztük Elon Musk, és abban reménykedik, hogy évvégére 40 ezer amerikai dollár lesz az árfolyama. De óva intenek, hogy a tőkédnek max az egy negyedét rak be bitcoinba. Amúgy meg a Visa Bank vagy Vizás Bank kártyát is tudsz csatolni bitcoin tálcáthoz, Yukvid kárt, vagy nem tudom mi, amivel bárhol fizethetsz és vehetsz fel pénzt. Remélem hasznosak az infók, üzeni Robi.
Akkor. A bitcoin mögött a bányászatához szükséges munka áll, mint érték. Ehhez egyre több és egyre erősebb számítógépek kellenek világszerte. Gabesz. Hát még a bányászatról nem is beszéltünk itt Attilával, mert az is egy érdekes dolog, hogy ahhoz kellene komoly számítógépek, és akkor te bányászni tudsz, és ezért nem értem az egészet. Tényleg nem értem. Kinek a számlájára megy a pénzem, amikor ilyet vásárol, kérdezi Feri Szegedről? Hú, ez jogos kérdés. Ember és ember között megy, nem? Tehát két felhasználó, illetőleg küldő, tehát nem egy központba megy, ugye? Jól tudom? Nem, hát igen, attól függ, hogy most kitől veszel. Nyilván, hogyha most valami vállalkozástól veszel, akkor nekik megy. Hogyha magánszemétől veszel, akkor nekik megy. De van egy központi bankja is a bitcoinnak? Hát ezt nem tudom. Ezt nem tudom. De hogy az Attila szavaiból kivettem igazából, hogy itt teljesen mindentől és mindenkitől független, nincs jutalék, nincs közvetítő, nincs broker. Szerintem pont ez a lényeg, hogy nincsen itt központi dolog, hanem ember és ember, vagy szervezet és szervezet, A és B között van kapcsolat, és ahogy mondta, a tranzakciót azt láthatod, a személyek akkor fedik fel magukat, hogy ők azt nyilvánosságban. Igen, de hogyha én ki akarok venni mondjuk 45 millió forintot, mert nagyon megfialt a kis bitcoinom, akkor, és annak, akitől kiveszem, annak nincs 45 millió forintja jelenleg? Hogy akitől kiveszed? Hát mert azt mondtad, hogy nincs központi bank, tehát mindenkinél van pénz. Aki neked, vagy aki tőled megveszi, az kifizeti neked a 45 millió forintodat. Ha meg te most egy központban szeretnéd mondjuk egy vállalkozásnál ezt megcsinálni, akkor egyeztetsz, és akkor megmondják. De érted, felteszem itt a tőzsdére, hogy eladó ennyi és ennyi bitcoin, és akkor ott akik megveszik, azok kifizetik nagyjából ezt a pénzt, és átutalásra kerül. Igen. És aztán te leadózod. Aha. Jó. Hát azért ez nem így van, teljesen üzeni egy bitcoin bányász, na van egy bányászunk is. Jó, de ezzel most nagyon sok információt nem adtál. Technológiai oldalról okos dolgokat hallunk, de befektetési szempontból azért erősen kritikával kell ezeket kezelni. 21 éve foglalkozom magas szinten befektetésekkel, nem ez az első ilyesmi sztori, mindegyiknek ugyanaz a vége, üzeni K. De hogy mi a vége, azt nem írta le. Na, olyan nincs, hogy valami mögött nincs gazdasági tevékenység. Ez csak krachal végződhet. Teljesen egyértelmű, csak idő kérdése, olyan, mint egy ország elkezdene eszetlenül pénzt nyomtatni. Igen, de tényleg ebben is van hasonlóság. Tehát az olyan, hogy nyomtassunk pénzt, és akkor majd valamikor kiderül, hogy, hogy nincs mögötte fedezet, akkor mit ér? Hát ezzel lehet, hogy ez a krach nagyon messze van, és addig meg ki tudod maximalizálni meg, amit tudsz, ki tudsz belőle hozni. Persze, azt senki nem mondja, hogy ez egy tuti biztos befektetés. Sőt, mindenki azt mondja, hogy ebben igenis sok kockázat van. Csak az a nem mindegy, hogy bevállalod-e a kockázatot, tudsz-e vele nyerni, a krach előtt lesz-e krach, tehát ezeket senki nem. Igen, mondja. De mi van akkor, hogyha teljesen váratlanul krachot hirdetnek, és mindenki ki akarja venni a pénzét, de te nem tudod, akkor buktad az egészet. Nem? Hát ez szokott illeni egy banknál is. Hát azért lássuk a különböző broker botrányokat Magyarországon, ez is nagyjából így volt. Igen, csak hogy Magyarországon a bankok ugye 6 millió forintig, tehát kártalanítanak, viszont ha a fölött van, akkor nyilván azt buktad. Érted? Hát meg azért semmi, tehát nem kártalanítanak. Tehát ha buktál, akkor mindent. Ugye? Hát azért a bankok se kártalanítanak, nem hiszem, hogy ezek a különböző broker botrányok itt Magyarországon. Ott látod az utcán az embereket is tiltakoznak és tüntetnek, és egy élet megtakarítása ment le a lefolyón. Igen, ez lehet, hogy igazad van, de... Hát nem, hát biztos, hogy igazad van, nem tüntetnének. Vagy a magyar állam. Így van. Ugyanígy működtek, hogy ment minden a levesbe, abszolút. Igen, sziasztok, mióta világ a világ, három dologban érdemes fektetni, arany, ingatlan, föld, ezt üzeni Roli, ingatlanba mondja más, jó reggelt, örömlányok, az a tuti befektetés. Hát van akinek igen, hát ezen most kár volna itt, polemizálni. Hát persze, az üzlet az üzlet. Az üzlet az üzlet. Sziasztok, ilyen nincs, szombaton hallottam először róla, vasárnap vettem is bitcoint, tehát hogy szombaton hallott először róla, vasárnap vettem is bitcoint, erre beülök már az autóba, és miről beszélgettek. Pedig ez nekünk régóta ott van, égeti a nyelvünket, igaz, Gyuri? Hát igen, csak szerettük volna jól feltérképezni, mielőtt belelépjük, legalább valami ismeretet szerezni róla, hogy működik, hát azért nem árt, hogyha látjuk, hogy mibe fogunk, még mindig nem látjuk. Mi mindig nem látjuk pontosan. Lakástakarék, fix 30%-os támogatás kellene, jobb üzeni Aradizé. Hát ez de nyilván csak lakáshoz köthető ez a fajta takarék, vagy hitel, vagy nem tudom mi ez. Az ingatlan még mindig nagyon jó befektetés. Az összes pénzügyi szakértő mindig azt mondja, hogy ha van annyid, akkor ingatlanba ér. Az egy biztos befektetés, igen. Igen. Ki is tudod adni, jól el tudod adni, remélhetőleg. Arany, üzeni Zsú, aztán sziasztok, Robi vagyok Erdélyből. Én leginkább Facebook, BMW és Apple részvényeket vásárolnák. Hát, do it. Bocs, hogy nem korrigáltam. Na, van itt két hallgatunk, mind a kettő nagyon érdekes lesz. Itt van velünk először is Tibi, aki bitcoinozik, és neki igen szépen fialt már. Szia Tibi, jó reggelt! Sziasztok! Hello. Jó reggelt! Na, te azt írtad, hogy 2015-ben 100 000 forintért vettél bitcoint, ugye?
Igen, igen, körülbelül annyiért. Na, és hol tart az árfolyam? Hát, ugye én azon kis befektető közé tartozom idézőjelbe, akik ugye egy esésnél megijednek, tehát most tulajdonképpen éppen bitcoinom nincsen, tehát ilyen virtuális USA dollárban van kitéve, mert ugye annak is van már virtuális változata, és sikerült, hát nem teljesen a legalján, de valahol eladni, úgyhogy mondjuk ebben a tekintetben kicsit. De mennyire adtad el végül is? Most az, hát 10.500-nál, tehát így is még azért annyit nem emelkedett. De nem, a 100 ezer forintodból mennyi lett? Most körülbelül 20 ezer dollár, tehát... 100 ezer forintból lett 20 ezer dollárod? Igen, 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 igen. Tehát most a virtuális egyenlegem az... Világos, de hát ez is izé, most gondolj bele, hogy itt hallgatják a rádiót, tehát szerintem itt félrehúzzák a kortán. Szomorú nem vagyok azért emiatt. Hát ne legyél. 2015, nem. Hát az három igen, éve igen, volt. Igen. Igen, igen. Hát egyébként úgy kerültem bele, hogy tulajdonképpen nem befektetés jelleggel vettem, tehát ez nagyjából a véletlennek köszönhető, hanem olyan szolgáltatást akartam az interneten igénybe venni, amit csak coinnal lehet fizetni, és akkor pár ezer forintra lett volna szükségem, de gondoltam, ha már veszek, akkor jó lesz majd később is, és tulajdonképpen akkor kezdtem észbe kapni, amikor valahol olvastam, most 1000 dollár, 2000, és akkor tudtam, hogy körülbelül 1,7 bitcoin, vagy 1,8 bitcoin van, és akkor már kezdett érdekes, hogy na hát ez már több százezer forint, de hát nem ennyiért vettem. Igen. Aztán, amikor meg így meglódult október, november, december környékén, na akkor már komolyabban kezdett érdekelni, hogy akkor hogy is állunk. Hát jól állunk. Hát figyeljük. Tehát nagyjából most azt meséli el Tibi, hogy ő most rosszul járt, mert ő ijedős, és a 100 000 forintjából csak 20 000 dollár lett. Igen, igen. Hát volt azért ennél több is, mert ugye majdnem bitcoin, de azért így is jó. Azt a minden. Kőkem is. Most, hogy zuhan, nem szállsz ki? Nem tudok, mert idézőben kiszálltam, nem, én vissza fogok szállni, és valószínűleg ugye hát szaknyelven mondva, diverzifikálom kicsit a portfóliót, tehát én most, és hogy más is foglalkozik, én is csak ugyanazt tudom elmondani, aki előttem beszélt szakért, hogy érdemes más alternatív kriptopénzekkel is foglalkozni, mert azok közül is van olyan, aminek nagy a reménye. Ez így van, hát ez picit elemezni kéne ezt a kriptovaluta piacot, hogy az ember. Igen, igen, igen. Egyébként még beszélgetetek erről, hogy ugye hát egy valós gazdaság, vagy valós pénz mögött mi áll, tehát erre csak azért tudok egy, mert ugye tényleg érzem, hogy a hagyományos befektetéseket preferáló brókerek, bankok ugye nagyon csúnya szemmel néznek a bitcoinra, és ugye érződik egy kis feszültség közöttük, de hát azért a bankoknak is ugye vannak mindenfajta ilyen-olyan származtatott értékpapírjai, ami mögött hát van valami, de az is csak áttételesen van, és ugye ezeknél is, ugye, ha krach van, vagy valami, akkor ugye... Persze, erről beszéltünk minden. Az előbb, hogy nagyon-nagyon sok minden már csak virtuális. Ugye erre voltak olyan pénzintézetek is, ahol ugye, ami ugye mostanában már ugye bírósági szakaszban vannak, ugye, hogy csak gyűjtötték ugye a befektetőket, de tulajdonképpen nem valós, vélhetően nem valós értékpapírokat bocsájtottak ki. És hát tulajdonképpen van egy szép hasonlat, akár a magyar bármilyen valutára, ami papírpénz és pénzzel fogható, hogyha például a sivatag közepén vagyok, és van egy raklap pénzem, legyen az 1 milliárd dollár, de nincs semmi másom, akkor tulajdonképpen az se ér ott semmit. Tehát itt is nyilván én is azt mondom, hogy abban az adott valutában fektetett hit és annak felhasználhatósága határozza meg aztán az árat. Tehát én is ezek mentén maradok abban, hogy kriptovalutával foglalkozzam. Hát az idő téged, illetve a pénztárcát téged igazol. Hát remélem ez így is marad. Hát, oké, Tibi, köszi, érdekes volt. Érdekes volt, tanulságos, köszönjük szépen. Szia! Szívesen, sziasztok! Hello, hello!